Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ez a mai egy nagyon-nagyon különleges videó lesz, hiszen ilyet nem minden nap tud csinálni az ember. Ebben a videóban bemutatom nektek a világ legvédettebb házát. Most néhányan gondoljátok azt, hogy már ugye én megcsináltam saját magam legvédettebb házat, de az ugye úgy védte magát, hogy elbújt úgymond az emberek elől, ez meg úgy, hogy nagyon-nagyon király biztonsági technológiával van felszerelve. Szóval srácok, ebben a videóban megpróbálunk betörni ebbe a házba, és úgymond körül nézzünk, hogy miért is valójában tényleg is olyan biztonságos, mint ahogy ezt mondják. Szóval tartsatok velünk, indulunk! Lényegében itt kezdünk kint, természetesen nem a házba rak be, ide kell majd valahogy abba a főházba bejutnunk. Az első lépés nem más, mint látjátok, itt van. Itt van 4 darab jelzőcsík, itt van Earl Bacon's Green. Na látjátok, rámegyünk, kattintunk egyet, és átváltozik zöldé, mint hogy egy robbanás lett volna ez az egész hang. Már biztosan hallottátok, hogyha ez megvan, ide kell jönnünk a fához. És igen, itt van download, itt van, hogy ki csinálta, ő csinálta, töltsétek le, lerakom a leírásba a mapot. Igen, elsőnek az a feladatunk, ugye, hogy minden zöld legyen. Utána kinyitjuk ezt a chestet. Itt van nekünk egy kulcsszerűség. Ezt a kulcsot lerakjuk ide, és akkor nem más történik, srácok, mint visszaadja a kulcsot, és kinyílik nekünk egy híd. Hát igen, kinyílt nekünk ez a híd, ami azt jelenti, hogy már át tudunk menni arra a szigetről. Van a házikunk, de nem ilyen egyszerű, srácok, a bejutás, hiszen itt, hogyha éjszaka van, ez megtelik lávával, és akkor ugye senki az égvilágon nem fog tudni bejutni. Most körbenézhetünk, de semmi esélye nem tudunk ezen a falon sehogy se az égvilágon bejutni. Itt van nekünk egy kis pókháló plusz lomb, hát itt nem lehet bejutni, de itt van nekünk egy kombinációs zárunk, ami azt ír, hogy 6-2-4-8. Kiszámoljuk, hogy melyik a hatodik, megnyomjuk a hatos gombot, látjátok, az egyik elkezd világítani. Kiszámoljuk, hogy melyik a kettes, megnyomjuk a kettes gombot, elkezd világítani. Nyomjuk meg nekünk most a négyest, ami nem más, mint ez. Ez is elkezd most fényleni, és az utolsó, a nyolcadik. Azt is megnyomjuk itt a nyolcadikat, és ilyenkor, srácok, gyorsan oda repülök, hogy ti is lássátok a folyamatot. Nem más történik, mint kinyílik nekünk a fő ajtó, kihúzzák nekünk itt a dolgokat, és most már be tudunk hatolni, ugye enélkül sehogy nem tudtunk volna bemenni a házunkba, de így szerencsére most már igen. Ha, végre kinyílt az egész, és bent vagyunk az udvaron. Igen, srácok, ez a világ legvédettebb háza, ha eddig nem is tűnik aznak, de azért volt egy kombinációs zárunk, amiért ugye ki tudjuk simán ütni a táblát, hogy csak mi tudjuk, miket kell nyomogatni. A lényeg az, hogy bejövünk a házba. Látjátok, ez egy nagyon-nagyon durván és olyan furán néző ki ház, hiszen itt van nekünk hó, meg mindenféle cucc. Itt van, hogy bridge, nem tudom az milyen nyelven van, szerintem olasz és spanyolul valószínűleg. Ez az van, hogy ezzel be tudjuk zárni a főajtót. Nézzétek el, az ott most be fog nekünk záródni, hiszen megnyomtuk azt a gombot, hogy záródjon be. Ezeket mindegyiket, srácok, megnyomhatjuk, és nézzétek, mi történik. Hogyha megnyomjuk ezt, rögtön bezárodik a házunk, plusz már az ajtó is bezárodott, szóval teljesen bevédtük az egész házunkat, így most már senki nem tudna se az ajtón bejönni, se sehol, szóval ezekkel a gombokkal simán ki tudjuk nyitni a dolgokat. Hogyha tovább haladunk, látunk itt egy vizes vödröt, itt is meg tudjuk nyomni a gombot, és ekkor simán eleresztődik itt a víz. Ez nem tudom, hogy teljességében miért jó, vagy miért nem, de nem lesz ott víz az udvarban. Körülbelül ennyi a lényege. Itt van nekünk a fő hálószobánk, itt tudunk pihenni, van egy jó kis farmunk, srácok, itt le tudjuk aratni, nem tudom, hogy ez mit rak bele pontosan, Bonewheeler tudja táplálni az egészet, szóval ez is mennyire jól néz ki, srácok, innen ez az egész házikunk, halljátok, igen, ez a legvédettebb ház, mindjárt megmutatom, hogy miért. Ha még csak ennyiből állna a ház, azt mondom nektek, srácok, hogy ez egyáltalán nem a legvédettebb ház, ugye ez tök menő az, hogy be tudjuk zárni az ajtókat, meg minden, de hát ettől azért vannak jobban, sokkal jobb funkciói, ami nem más, mint rálépünk erre a pisztolyra és megnyomjuk a gombot. Figyeljetek, hogy mi fog történni, ez levisz minket egy ilyen nagyon titkos pincébe, és itt vagyunk. Ez az alsó szint. Figyeljetek, itt van egy ilyen ruhás dolog, megnyomjuk ezt a gombot, simán eltűnik a chest. Mennyire jól néz ki, de el tudjuk tüntetni a chestet, és az egyik kedvenc dolgom nem más, mint ez. Nézzétek, megnyomom a gombot, itt van nekünk egy aranyruha, és feljön egy gyémántruha. Azt vesszük fel, amelyiket akarjuk a küzdelemre, majd nekünk most aranyra van szükségünk. Ez
Úgyhogy nyilvánra van szükségünk, akkor meg ez. Kedvenc dolgom ebben a házban nem más, mint ez a ruhás szekrényszerűség. Mondjuk válasszuk ki, hogy veszünk föl egy ilyen lilás sisakot, mondjuk emellé vegyünk föl egy zöld páncélt, meg mondjuk, srácok, vegyünk föl egy sima nadrág, jó lesz, plusz mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen krémszínű, akármit. Szóval, hogyha kiválasztottuk a dolgunkat, ide beállunk, srácok, nézzetek meg, megnyomjuk a gombot, most kimegyek FPS-ből, hogy jól látszódjon az egész, ide jövünk, légy szíves, csináld már meg. És nézzétek, felöltözteti magát a karakterünket ez az egész gép. Egy picikét ugye késletetve, hiszen óriási redstone dolgot kell ezzel csinálni a dolognak, de mennyire király, amiket kiválasztunk, azt adja magunkra, igaz, hogy csak bőrszettel jó, de ha mondjuk megunjuk ezt a felszerelést, akkor simán át tudunk váltani másikra. Ezen kívül van nekünk egy ilyen titkos potifőző állomásunk, ami hasonló elvvel működik, mint az előző. Ugye a potifőzés ez nem annyira értek, de mondjuk, hogy ez a kis magma krém kell, megnyomod a gombot, plusz mondjuk adjunk hozzá egy kis restont vagy minden, és majd alapból elkezd főzni a dolog, és akkor mondjuk, hogy ilyet akarunk főzni, ide a cseszbe belekerül egyből, szóval nem kell nekünk szórakozni. Az egyik kedvenc dolgom jöjjön most, srácok, megnyomom ezt a gombot, figyeljétek, és nézzétek, mennyire jól néz ki, itt kinyílik nekünk az Ender portál, és simán le tudunk menni, és el akarjuk dugni, mert túl zajos vagy akármi, hát egy kicsit visszahúzódik a fal, és ott is vagyunk. De ezen kívül azért egy enchantoló is hiányzik ebben a szobában, látjátok, tök nagy a tér, és valamiért egy picikét gyanús, hogy itt van valami, hát úgyis van, jól gondoljátok, itt magától feljön nekünk egy sima, egy nagyon-nagyon egyszerű, és egyben nagyon-nagyon hasznos enchantoló szoba, ahol szerintem a fullos enchantot meg tudjuk csinálni. Marha jól néz ki, ellenből, hogyha kell a hely nekünk, simán annyit csinálunk azt, hogy megnyomjuk újra a gombot, és felépíti magát az egész ház. Nagyon tetszik. Ha ez nem lenne elég automatikus nektek, srácok, én azt mondom nektek, hogy csináljunk olyat, hogy ez a szerkezet valójában az, hogy mire van nekünk szükségünk. Mondjuk itt van nekünk nem más, mint egy darab gyémántunk. Vegyünk a kezünkbe is egy gyémántot, itt vagy input, azaz ilyen berakási hely. Azt csinálunk, hogy input, és el is szívta a dolgot, srácok. Oda rendszerezi ez a chest, amit beleraktunk. Például most belerakunk egy redstone, akkor ide ehhez fogja rendszerezni. Nem nekünk kell pakolászni, mert például itt vagy output. Mire van nekünk, srácok, szükségünk? Mondjuk egy gyémántra van szükségünk, és nyomjuk meg a gombot. És ha minden jól megy, akkor kapunk egy darab gyémántot egyből, hiszen azt kattintottuk, hogy arra van szükségünk. Ugye a Nether Star is be van kattintva, ezért adagolja is nekünk a Nether Star-okat, amennyink csak van belőle. Ha ezt a szintet kivégeztük, és ilyen óriási jó dolgokat bemutattam most már nektek, és ténylegesen, srácok, ez a legvédettebb ház, hiszen itt olyan, mint hogyha nem is állna semmiből, de úgy itt van nekünk ez a kis portálunk, jaj, az asztalunk, plusz itt van nagyon-nagyon sok dolgunk, de ha felmegyünk a felszínre, még olyat fogok nektek mutatni, srácok, hogy nem fogtok hinni a szemeteknek. Van egy szép kis, egy nagyon-nagyon jó lift, annyira király néz ki, hogy itt a pisztonok dobálnak fel, és mint hogy egy semmi nem történne, csak van egy kis szimpla házunk, és mintha nem is lenne pincénk. Ugye ez az udvar nem tűnhet annyira fullosnak, de csak azt hiszitek így első látomásra, hiszen ez a legfullosabb udvar, amit én valaha láttam. Nézzétek meg, itt van nekünk ez a gomb, ez azt csinálja, hogy nekünk lehúzza a kerítést, és simán be tudunk jutni. Hogyha visszanyomjuk, akkor visszarakja, hogyha például be akarjuk magunk után zárni, de ez nem minden, figyeljétek, itt van nekünk egy ló. Menjünk a gombot, innen fel fog jönni nekünk a lovunk, és itt van, és már is útra készen állunk, de hogyha nincs rá szükségünk, simán lenyomjuk, és hogyha ott maradt volna, természetesen ide parkolunk vele, lemegy, de szerintem tök jó itt barátkozik velünk. Hello, hello! Ez a kedvenc dolgom, srácok, az egész házban, ez a pici furán megépített épület olyan dolgot foglal magába, srácok, amit nem fogtok elhinni. Itt van egy kis rejtett gomb, nyomjuk is meg, hogy mi is ez valójában, és srácok, ezt figyeljétek, egy pince, egy ilyen nagyon titkos pince fog nekünk lejönni, Yellow Record, azt mondja, hogy Yellow Record, ami nem más jelent, mint hogy rakjuk be ide a sárga hanglemezt, és nézzétek egyből, ez az első csapda, simán át tudunk jönni ezen, itt van egy ilyen gomb, nyomjuk meg ezt a gombot, ide le tudunk jönni egyből, és látjátok, itt van még egy zár, All Red, azaz, hogy mindegyik sárga, és hát inkább piros legyen, mivel a red az piros, ide kipörgetjük, amíg piros lesz ez, és gondolom meg kell nyomni ezt a gombot, még az se kell, nézzétek meg, itt vagyunk. Ez egy ilyen biztonságos szoba, put the key into the dispenser, figyeljétek, berakjuk oda a keyt,
ugye már alapból benne volt, de látjátok, hogy itt nem más volt, mint egy lézer. Az a lézer, ha belemegyünk, így egy az egyben körülbelül meghalunk. Szóval igen, hogyha nem írjuk ki táblára az instrukciókat, akkor még bonyolultabb bejönni, de hát hogy ez a te házad, valószínűleg tudod, hogy mit kell csinálni, és kitörlöd a táblákat, ugye nincs rá szükség, és akkor nem tudják meg az emberek, hogy mi van. Figyeljétek, itt van még egy kombináció zár, ami azt jelenti, hogy hoppika, itt valamit itt ötletelni kell, nem más, mint hogy ugyanoda álljanak a fáklyák, ez is teljes mértékben álljanak ugyanod, és még kinyílik egy. Figyeljétek, itt van nekünk a chestünk. Benne van mindenünk, de hogyha az illető nem tudja, hogy hogyan kell forgatni a fáklyákat, nem más történik, mint az összes dolog elveszik, és az ember hoppon marad, hiszen nem lesz benne semmi. De hogyha jó, a gazda van a háznál, tudja, hogy visszaadolja a dolgokat, és vihetjük is magunkkal, hogy úgy van. Srácok, nagyon-nagyon király ez a szoba. Ezt figyeljétek, itt vagyunk, erről beszéltem, ez a lézer, hogyha egy szemtanú bejönne úgy csak úgy valamit lopni akarna nekünk a Szent Chestünkből, ezt nézzétek mi történik, áthalad itt, egy pici lag jön, és ez szétvadász a srácok, elzárja az utat, nem tud kijönni, és itt nem más történik, mint egy az egyben meg fog halni, hiszen nem kreatívval lesz, marha jó. És hogyha ugye a CD-t kipattintjátok a hangdobozból, akkor ugye bezárodik az ajtó is, mint hogyha itt semmi nem lenne, fel tudtok menni a felszínre. És utána magatok után bezárjátok az ajtót, és ez ugyanolyan kis vityilló, amiben nincs is semmi valójában. És jó, hogy beestelett, hiszen bemutatom nektek srácok az extrém védelmi rendszert is most. Sajnos srácok, hogy beestedett, egy kicsikét elkezdtem laggolni, de látjátok, jön föl nekünk a fal, ahogy este van, ez az egész védelmi rendszer még durvábbra kapcsol be, és jönnek ilyen kis menő lámpák, plusz az egész medence megtelik nekünk lávával, szóval innen aztán nincs olyan az, hogy át tudnánk oda ugrani, hogyha betolakodók lennénk, szóval maximum befelé tudunk átjönni a hídon, de ugye éjszakára végeznék az egész munkával, és kifelé, hát már annyira könnyen nem tudnánk. Na de hát srácok, így éjszaka búcsúzok el tőletek ezzel a videóval, plusz a házikótól is. Nagyon-nagyon tetszett nekem, én remélem, hogy ti is hasonlóan élveztétek ezt az egészet. Végül sikerült bemennünk a házba, ott lesz a leírásban a ház linkje, töltsétek le ti is nyugodtan. Nagyon-nagyon király ez az építmény. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok egy hatalmas lájkot, és kommentben jelezzétek mindenféleképpen, hogy 10 per mennyit adnátok erre a ház biztonsági rendszerére. Én egy magabiztos 10-et, vagy akár még 11-et is adnék erre, hiszen ez elképesztően jó. Na de mindegy srácok, a következő videóban találkozunk, hogyha tetszett, dobjatok egy hatalmas lájkot, és hogyha újak lennétek a csatornán, és szeretnétek csatlakozni a sajtok óriási király bandájában, akkor iratkozzatok fel. Na sziasztok!